nézőket! Az idei tanévben is az egyik kiemelt tantárgya matematika, hiszen gazdaságunk fejlődésével egyre több területen kell alkalmazni azokat a dolgokat, amit matematika órán tanulhattunk meg. A mai adásunkban matematikai tesztsorokat fogunk megoldani Balog Eszter segítségével, aki egy 2018-as tesztfeladatot fog nekünk bemutatni. Hallgassuk meg most őt! Köszöntöm a kedves nézőket! A mai adásban a külső független tesztelés matematika 2018 májusi feladatsorával fogunk foglalkozni. Kezdjük is el. Az első feladatomban egyszerűsíteni kell az adott kifejezést. Jól látható, hogy a számlálóban ki tudunk emelni kettőt a zárójel elé. A két kettest leegyszerűsítve kapjuk, hogy az eredményünk A plusz 1, tehát a helyes válasz a V. Határozzuk meg az R sugarú félgömb V térfogatának kiszámítására szolgáló képletet. Tudjuk, hogy a gömb térfogatát a 4/3 PR köbb képlettel határozhatjuk meg, mivel a feladatunkban egy fél gömbről van szó, ezért a fél gömb térfogata egyenlő ennek a felével, azaz az 1/2 szeresével. Elvégezve a törtek szorzását kapjuk, hogy a fél gömb térfogata 2/3 PR köbb, ami a B válasz. A térben megadták az M és N párhuzamos egyeneseket, mely állítások lesznek igazak az alábbiak közül erre a két egyenesre. Az első állítás az, hogy létezik olyan sík, mely tartalmazza mindkét M és N egyenest. Ilyen sík valóban létezik, tehát ez az állítás igaz. Létezik olyan egyenes, amely mindkét egyenest metszi. Ilyen egyenest is tudunk rajzolni, tehát ez az állítás is igaz. Létezik olyan pont, amely mindkét egyenesen rajta van. Ez az állítás hamis, mivel az egyenesek párhuzamosak, nem lehet közös pontjuk. Tehát a helyes válasz a D, csak az első és második állítások igazak. Egyszerűsítenünk kell a trigonometrikus kifejezést. Tudjuk, hogy kotangens alfa az koszinusz alfa törve szinusz alfával egyenlő, ezt behelyettesítjük. Így a szinusz alfák leegyszerűsödnek, és kapjuk, hogy 1 minusz koszinusz négyzet alfa az eredmény. Mint látjuk, ez még nincs feltüntetve a helyes válaszok között, ezért ezt tovább egyszerűsítjük. Tudjuk, hogy szinusz négyzet alfa plusz koszinusz négyzet alfa az 1-jel egyenlő, ebből következik, hogy szinusz négyzet alfa az 1 minusz koszinusz négyzet alfával egyenlő, tehát a kifejezésünk értéke is egyenlő szinusz négyzet alfával, ami a D válasz. A rajzon a valós számok halmazán értelmezett periódikus függvény egy részletét ábrázolták, melynek két pia periódusa. A felsoroltak közül meg kell határozni azt a pontot, ami ehhez a grafikonhoz hozzátartozik. Mivel tudjuk, hogy a függvény periódusa 2 pi, ezért feltüntethetjük a nevezetes pontjait, és megszerkeszthetjük vázlatosan a függvény további szakaszát. Ekkor a grafikonról leolvasva kapjuk, hogy a hozzátartozó pont az 5 pi és mínusz 1 koordinátájú pont. A rajzon egy fal keresztmetszetének egy részlete látható, egy voltív hajtással, aminek a BFC a felső része, ez egy 1 méter sugarú körvonal egy íve. Az AB és DC szakaszok merőlegesek az AD szakaszra, illetve tudjuk, hogy az AB és DC 2 méter hosszú, az AD 1,6 méter hosszú, a KL pedig 2,75 méter hosszú. Határozzuk meg a kivágás felső pontjától az LM padlásig mért távolságot, tehát ezt a D távolságot. Először is megrajzoljuk vázlatosan a körvonalunk három sugarát, és megjelöljük a középpontját O-val, illetve a F, O és BC szakaszok metszés pontját Z-vel. Ekkor tudjuk, hogy a D távolságot, és ha az FZ távolságot összeadjuk, akkor az 2,75 mínusz 2 méter lesz, hiszen az egész hozból, azaz az LK hozból elveszük a BA hozt. Tehát a D plusz FZ távolság az 0,75 méter. A BZ szakaszunk hossza az
egyenlő lesz az AD hosszának a felével, hiszen az AD és a BC szakaszok hossza egyenlő, a Z pont pedig felezi ezt a szakaszt, tehát az 0,8 méteres lesz. A BOZ háromszögből meghatározhatjuk az OZ szakasz hosszát a Pitagorasz tétel segítségével, ami 0,6 méteres lesz. Tudjuk, hogy az OF az egyenlő 1 méterre, hiszen a körvonalsugara 1 méteres. Ebből kiszámíthatjuk, hogy az FZ az 0,4 méter hosszú. Tudjuk, hogy a D plusz FZ távolság 0,75 méter, tehát ha kivonjuk ebből az FZ-nek a hosszát, akkor megkapjuk a D-nek a hosszát, tehát 0,35 méteres lesz a keresett távolság. A helyes válasz tehát a H. A hengernek és a kúpnak egyforma a térfogata, és az alaplapjaik sugara is egyforma. A henger alaplapjának területe 25 pi négyzetcentiméter, a térfogata pedig 100 pi köbcentiméter. A feladatunk ugyanaz, meg kell keresni a mondatok befejezését. Hát ábrázolhatjuk vázlatosan a hengert és a kúpot, megjelöltük a henger és a kúp sugarait erre, mivel ezek egyenlők, illetve H henger és H kúppal a magasságaikat. Tudjuk, hogy a henger térfogatát PR négyzetszer H képlettel határozhatjuk meg, a kúp térfogata pedig ennek az egyharmadával egyenlő. Tehát, mivel ismerjük a henger térfogatát és az alapjának területét, kiszámolhatjuk a magasságát is, úgy, ha ezeket elosztjuk. Ebből megtudjuk, hogy a henger magassága az 4 cm-re egyenlő, tehát az elsőhöz az A válasz tartozik hozzá. A sugarát a hengernek, mivel tudjuk az alapjának a területét, az alapja egy körlap, a körlap területét úgy határozhatjuk meg, hogy PR négyzetképletet használunk. Mivel tudjuk, hogy az alapnak a területe 25 pi négyzetcentiméter, kiszámíthatjuk, hogy a sugara 5 cm-rel egyenlő, ez ugye megegyezik majd a kúp sugarával is. Tehát a 3-ashoz a B tartozik hozzá. A kúpnak a magasságát úgy határozhatjuk meg, hogy 3-szorosát vesszük a henger sugarának, mivel a térfogata az 1/3-szorosa, a magasság, de ezeknek a hengernek, ennek a hengernek és a kúpnak térfogata megegyezik, ezért a kúp 3-szor kell, hogy magasabb legyen, mint a henger, tehát a 2-eshez a H válasz tartozik. A kúp alkotóját pedig a Pitagorasz tétel segítségével meghatározhatjuk, mivel tudjuk, hogy a magassága 12 cm, a sugara pedig 5 cm, ezért a derékszögű háromszögre alkalmazhatjuk a Pitagorasz tételt, és megkaptuk, hogy az alkotó 13 cm-rel egyenlő. Párosítanunk kell a mértani alakzatokat a területeikkel. Az első alakzatunk egy rombusz, melynek az egyik oldala 6 cm, a tompa szöge pedig 120 fokos. A rombusz területét az A négyzet szorozva színusz alfa képlet elhatározhatjuk meg. Behelyettesítve az adatokat kapjuk, hogy a rombusz területe az 6 a négyzeten szorozva színusz 120 fokkal. Tudjuk, hogy a színusz 120 fok értéke megegyezik a színusz 60 fok értékével. A színusz 60 fok értéke az gyök 3 per 2. Így megkaptuk, hogy a rombusznak a területe 18 gyök 3 négyzetcentiméter, ami a D válasz. A második alakzatunk egy négyzet, amelybe egy kör van írva. A körvonalunk sugara pedig 2 cm. A négyzet területét úgy határozhatjuk meg, hogy az oldalának a négyzet, az oldalhosszának a négyzetét vesszük. Az oldalhosszát kiszámolhatjuk a körvonalunk sugarának segítségével, hiszen a négyzet oldalának hossza meg fog egyezni ebben az esetben a körvonalunk átmérőjének a hosszával. A körvonalunk átmérője pedig kétszeres a sugár hosszának. Tehát 4 cm-es,
akkor a négyzet területe 16 négyzetcentiméter lesz. Tehát a ketteshez a B tartozik. A harmadik alakzatunk egy paralelogramma, melynek megvan adva az egyik oldala az 5 cm-es, és a tompa szögből húzott magasság a másik oldalát 4 és 2 cm-es szakaszokra osztja. A paralelogramma területét kiszámolhatjuk, hogyha az alapját megszorozzuk az alaphosszát a ráhúzott magasság hosszával. Ehhez ki kell számítsuk a magasságának a hosszát. Jól látható, hogy ez a háromszög, ez egy derékszögű háromszög, mivel ugye a magasságot húztunk, így a magasság 3 cm-re lesz egyenlő, az alapoldal pedig, amire ezt a magasságot húztuk, a 4 centis és 6 centis szakaszoknak az összege. A paralelogramma területe tehát 3x6 egyenlő 18 négyzetcentiméterrel lesz egyenlő, ami a V válasz. A negyedik alakzat egy téglalap. A téglalap területét úgy határozhatjuk meg, hogy a két oldalát összeszorozzuk. Az egyik oldala adott, ez 6 cm-es, a másik oldal viszont, másik oldalt viszont meg kell, hogy határozzuk. Tudjuk, hogy az átló, az egyik átló, az 30 fokos szöget zár be a megadott oldalunkkal. A 30 fokos szög tangense az B törve 6-tal lesz egyenlő, hiszen a szöggel szemben fekvő befogó törve az a szög melletti befogóval. Tangens 30 foknak az értéke az gyök 3 per 3, tehát gyök 3 per 3 az egyenlő B törve 6-tal. Ebből meghatározhatjuk, hogy a B oldalunk hossza az 2 gyök 3 cm, tehát a téglalap területe az 6x 2 gyök 3, azaz 12 gyök 3 négyzetcentiméter, ami a H válasz. Ilonkának 8 különböző fényképe van magáról, 6 különböző fényképe pedig az osztályáról. Összesen hány különböző lehetősége van kiválasztani 3 fényképet magáról profilképnek a közösségi hálóra, és 2 fényképet az osztályáról az iskola honlapjára. Mivel nem számít, hogy Ilonka milyen sorrendben választja ki a képeket, ezért a 8 magáról készült fényképből 3-at a következő képen, 65 féle képen választhat ki, ezt kombináció segítségével számolhatjuk ki. 8-ból 3-at kell kiválasztanunk, azért használhatjuk ugye a kombinációt, mivel nem számít a kiválasztás sorrendje. Hasonlóan a 2 fényképet a 6-ból 15 féle képen választhatja ki Ilonka. Tudjuk, hogy mind az 56 féle kiválasztáshoz 15 osztálykép kiválasztása tartozik, tehát összesen 56x 15 féle képen választhat, azaz 840 képen választhatja ki a kért mennyiségű fényképet, tehát a válasz 840. A derékszögű koordináta rendszerben megadtak egy AB vektort és egy A vektort, amely kollinárisak. Meg kell határoznunk a B pont abcisszáját, hogyha tudjuk, hogy az A az mínusz 4 egy koordinátájú, és a B pont az Y egyenlő 3 egyenesen fekszik. Mivel a B pont az Y egyenlő 3 egyenesen fekszik, ezért az Y koordinátája 3-mal lesz egyenlő, tehát az ordinátája 3, ezért a B pont koordinátáját megjelöltük X 3-mal. Az AB vektor koordinátáit felírhatjuk x plusz 4 és 2, ugye a végpontból kivonva a kezdőpont koordinátáit. A két vektor kollináris, hogyha megfelelő koordinátáik aránya megegyezik, tehát felírhatjuk, hogy x plusz 4 aránya a 3-hoz ugyanannyi lesz, mint 2 aránya a mínusz 5-höz. Megoldva ezt az egyenletet, ugye kültagok szorzata a beltagok szorzatával egyenlő, tehát mínusz 5-ször 4, x plusz 4, az egyenlő lesz 3-szor 2, azaz 6-tal. Felbontjuk a zárójelet és megoldjuk az egyenletet. Így kapjuk, hogy az x értéke az mínusz 5,2,
tehát a B pont abszisza koordinátája mínusz 5,2-del lesz egyenlő. Adottak az F és G függvények, ábrázolnunk kell az F függvény grafikonját, tehát az F függvény grafikonja, az az X a köbön függvény grafikonja, következő féleképpen néz ki. A G függvény grafikonja pedig az abszolút érték függvény grafikonjának négyszeres nyújtása. Így néz ki, pirossal láthatjuk. Meg kell határoznunk a két függvény grafikonja metszéspontjának abszisza koordinátáit. A metszéspontok koordinátáit leolvashatjuk a rajzról, az egyik a 0,0 pont, a másik pedig a 2,8-as pont. Az abszisza koordináták tehát a 0 és 2 pontok. Meg kell határoznunk a két függvény grafikonja által határolt alakzat területét. Erről a sík részről beszélünk, ezt integrál segítségével határozhatjuk meg. Látjuk, hogy az adott szakaszon nekünk 0-tól 2-ig fog tartani, azaz 0-tól 2-ig vesszük az integráját a két függvény különbségének. A függvények különbségének integrálja az az integrálok különbségével egyenlő, tehát a 4 abszolút érték X-nek az integrálja az 4x négyzet törve 2-vel, az x köbnek az integrálja pedig x a negyediken törve 4-jel. Behelyettesítve az intervallum határait kapjuk, hogy a sík rész területe az 4 területegység. Tehát az alakzat területe 4 területegységgel egyenlő. Az SABCD szabályos négyoldalú gúlában az ABCD alaplap oldala C, az SA oldala éle pedig az alaplap síkjával alfa szöget alkot. Meg kell rajzolnunk a gúla magasságán és talpontján keresztül az AS oldallappal párhuzamos béta síkot. Meg kell szerkesszük a gúla és a béta sík metszetét. Hát a következő képpen néz ki a sík metszete. A metszés pontokat megjelöltem KLMN-nel. Meg kell indokolnunk a metszetben létrejött alakzat alakját. A metszetben létrejött alakzat az egy egyenlőszárú trapéz, mivel az LM párhuzamos a KN-nel és LK az MN-nel. Az AD párhuzamos lesz a KN-nel, hiszen a sík párhuzamos az ADS oldallappal, illetve az AD párhuzamos lesz az LM szakasszal is, tehát az LM is párhuzamos kell, hogy legyen a KN szakasszal. Az ABS háromszög és a DCS háromszög egybevágó háromszögek, K és N pontok megfelelően az AB és DC oldalak oldalfelezői, illetve az L és M pont az egybevágó, megfelelően az SB és SM oldalak oldalfelezői, tehát az LK és az MN azok egybevágó háromszögek középvonalai, tehát a hosszúk megegyezik. Ezért a KLMN négyszög az egy egyenlő szárú trapéz. Meg kell határoznunk a metszetben létrejött alakzat kerületét. Hát ezek meg vannak adva. A trapéz kerületét megkapjuk, hogyha az oldalai hosszának az összegét összeadjuk, hogyha kiszámítjuk az oldalai hosszának összegét. Az SAB háromszög az hasonló az LKB háromszöggel. Itt látjuk az adott háromszögeket, ebből felírhatjuk, hogy az oldalaik arányosak, az LK aránya az SA-val ugyanannyi, mint egy aránya a kettővel. Tehát az AC hosszunk, az gyök 2-ször C lesz. Az LM hosszát kiszámíthatjuk, hogyha vesszük a BC oldalnak a felét, hiszen a háromszög középvonala, tehát 1/2 C-vel lesz egyenlő. Az MN és LK hosszak ugyancsak megegyeznek,
1/2 szeresei az AS oldal hosszának, ami azt jelenti, hogy az MN az egyenlő lesz gyök 2C szer 4, törve 4 koszinusz alfával. A kerületet tehát megkapjuk, hogyha megfelelő oldalakat összeadjuk, ugye a trapéz szárait kétszer kell vennünk, illetve a két alapot hozzá kell adnunk. Elvégezve az algebrai műveleteket kapjuk, hogy a trapéz kerülete az C-szer gyök 2 plusz 3 koszinusz alfa törve 2 koszinusz alfával. A 33. feladatban meg kell oldanunk az adott egyenlőtlenséget az A paraméter értékétől függően. Látjuk, hogy először meg kell határoznunk az A paraméter megengedett értékeit, mivel A a logaritmus alapja, ezért nagyobbnak kell, hogy legyen, mint nulla, és nem lehet egyenlő egyel, tehát az A 0, 1, illetve 1 plusz végtelen intervallumokon veheti fel az értékeit. A logaritmus tulajdonságából tudjuk, hogy az x nagyobb kell, hogy legyen, mint nulla, azaz a logaritmus alatt álló kifejezés az pozitív, illetve mivel az egyenlőtlenségünkben egy tört található, a tört nevezője nem lehet egyenlő nullával. Meghatározzuk a nevezőben álló négyzetes háromtagból alkotott másodfokú egyenlet gyökeit, azaz a másodfokú egyenletünk gyökei a 2 mínusza és a 2 lesz. Ahhoz, hogy meghatározzuk az egyenlőtlenség megoldását, két esetet kell vizsgálnunk. Tudjuk, hogy a tört értéke akkor lesz kisebb vagy egyenlő nullánál, hogyha a számlálója nagyobb vagy egyenlő nullánál, a nevezője pedig kisebb, mint nulla, vagy a számláló kisebb vagy egyenlő nullánál, és a nevező nagyobb, mint nulla. Ezt a két esetet fogjuk vizsgálni az A paraméter megengedett értékeinél. Először vesszük, hogy az A nagyobb, mint nulla, de kisebb, mint egy. Ekkor ábrázoljuk intervallumok segítségével a megoldását a rendszerünknek. Ugye itt látható a logaritmusos egyenlőtlenségünk megoldása, ez pedig a másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Látjuk, hogy a két szakasznak nincs közös része, ezért ennek a rendszernek nincs megoldása. A második esetben pedig ugyancsak ábrázoltuk a számegyenes fölött a logaritmusos egyenlőtlenség megoldását, a számegyenes alatt pedig a másodfokú egyenlőtlenség megoldását. Innen már leolvashatjuk, hogy az x hozzá tartozik 1-től 2 minusz a intervallum, unió 2-től a plusz végtelenségig intervallumhoz. Tehát a megoldásunk egyik része az a 0 és 1 között helyezkedik el, akkor az x hozzá tartozik 1-től 2 minusz a-ig, unió 2-től végtelenig intervallumhoz. A második esetben vizsgáljuk, hogy ha az A 1 és 2 között található. Látjuk, hogy így a 2 mínusz A az már kisebb lesz, mint 1, és ábrázoltuk a logaritmusos egyenlőtlenség megoldását a számegyenes fölött, illetve a másodfokú egyenlőtlenség megoldását a számegyenes alatt. Így kaptuk az x 1-től 2-ig tartó intervallumba esik. A második rendszerből pedig ugyancsak a logaritmusos egyenlőtlenség megoldása látható számegyenes fölött és a másodfokú megoldása a számegyenes alatt. Innen leolvassuk, hogy az x az 0 és 2 mínusz a között tartozik. A megoldásunk tehát az 1 és 2 közé eső a értékekre a két intervallum uniójával egyezik meg, tehát az x hozzá tartozik 0-tól 2 mínusz a-ig, unió 1-től 2-ig. A harmadik esetünk, hogyha az a nagyobb vagy egyenlő 2-vel,
ekkor látjuk, hogy a 2 mínusz a az már nullánál is kisebb értékű, és leolvasva a megfelelő intervallumot, az x hozzá tartozik 1-től 2-ig. A második esetben azt kapnánk, hogy az x mínusz végtelentől 2 mínusz a-ig értelmezhető, de tudjuk, hogy az x nagyobb, szigorúan nagyobb kell legyen, mint nulla, tehát ennek a rendszernek így nincs megoldása, tehát ha az a nagyobb vagy egyenlő 2-vel, akkor az x 1-től 2-ig eső intervallumba tartozhat. Köszönöm szépen a figyelmet, és hogy velünk tartottak, reméljük, hogy hasznos volt ez az óra.